Nemzeti Összetartozás napja. A megyeháza előtti téren emlékeztek meg a határon túli magyarokról, az összetartozásról és a magyar nép egységéről. Történelmi emlékhely Pócs Petriben. Ma már egy olyan országban élünk, ahol a szabadság adottság, hangsúlyozta Gulyás Gergely szombaton a Szabolcsi településen, ahol a kommunizmus egyik legnagyobb koncepciós pereként elhíresült, 70 évvel ezelőtti eseményekre emlékeztek. Jubileumi elismerések, pedagógus napot tartottak pénteken Újfehértón. A trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója 2010 óta hivatalosan a Nemzeti Összetartozás napja Magyarországon. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából országszerte megemlékeznek a határon túli magyarokról, az összetartozásról és a magyar nép egységéről. A városi és a megyei emléknapot idén a megyeháza előtti téren tartották meg. A himnusz közös eléneklésével kezdődött az idei Nemzeti Összetartozás napi emlékműsor a megyeháza előtt. A rendezvényen Nyíregyháza polgármestere köszöntötte a vendégeket, aki elmondta, a trianoni békeszerződés aláírása a mai napig tartó hatásokat és károkat okozott az országnak. 98 évvel ezelőtt pontosan írták alá ezt a szégyenletes békediktátumot, ami Magyarország egyik legnagyobb tragédiája. Óriási károkkal, máig élő hatásokkal, de én azt gondolom, hogy ez a nemzeti összetartozás sokkal többről szól. Ennek kapcsán a nemzeti összetartozásunkról, arról az erőről, megtartó erőről, ami a magyarságot itt a Kárpát-medencében több mint 1100 éve megtartotta, és azt gondolom, hogy pozitívan nézhetünk a jövőben, hiszen különösen a 2010 óta, az elmúlt 8 évben a parlament, kormányzat, döntéseinek hatására, de említhetném az önkormányzatokat, civil szervezeteket, akik már azt megelőzően is ápolták testvér-partnervárosi kapcsolatokat, erősítve a magyarság összetartozását. A polgármester hozzátette, a nyíregyházi önkormányzat szervezésében már több mint 20 ezer határon túli magyar tett állampolgársági esküt. A rendezvényen Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke Illyés Gyula szavait idézve arról beszélt, magyar az, akinek fáj Trianon. Azt gondolom, hogy mai napig is érvényes ez a gondolat, ez a fájdalom, ami bennünk él, és át kell adnunk minden következő generációnak. Ugyanakkor viszont a fájdalomból, illetve a határon túli magyarok helytállásából erőt kell merítenünk, hogy ne maradhassunk csonkák, hogy ne legyünk csonkák. És úgy nem leszünk csonkák, hogyha életben tartjuk azokat a tagokat, amik a határon túli magyar közösségek jelentenek számunkra. Ha nap mint nap dolgozunk azért, hogy egyrészt büszkén mondhassanak bennünket anyországuknak, másrészt pedig olyan fajta programokkal, állami önkormányzati rendezvényekkel, személyes baráti kapcsolatokkal szőjük át ezt a Kárpát-medencét, szőjük át a magyar világot, a magyar glóbuszt, ami nem veszi figyelembe a határokat. Sesták Oszkár hozzátette, minden egyes nemzetrészre önállóan, de az egész magyar nemzet tagjaiként kell tekintenünk. Ma már egy olyan országban élünk, ahol a szabadság adottság, hangsúlyozta Gulyás Gergely szombaton Pócs Petriben, ahol a kommunizmus egyik legnagyobb koncepciós pereként elhíresült, 70 évvel ezelőtti eseményekre emlékeztek. A szabolcsi településen a miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, a szabadságot a diktatúrák alatt hősi halált halt áldozatoktól kaptuk örökül, és csak is az ő emléküket ápolva őrizhetjük meg hitünket és nemzeti közösségünket is. Tábla állít emléket a Pócs Petri áldozatoknak akkor a beli községháza falán. 1948. június 3-án a katolikus iskola elleni tiltakozás során egy rendőr itt vesztette életét. Pócs Petri neve a kommunizmusban együtt járt a rendőrgyilkos falu megnevezéssel. A kor legnagyobb koncepciós perének áldozatait csak a rendszerváltást követően rehabilitálták. A most hivatalba lépett, IV. Orbán kormány első intézkedéseinek egyikeként történelmi emlékhelyén nyilvánította a 7 évtizeddel ezelőtti események helyszínét. Nem csak főhajtás, a megtorlások, az elhallgattatások áldozatai és fájdalmai előtt,
hanem örök mementóul is szolgál, hogy ebben az országban soha többé nem uralkodhat olyan ideológia, olyan politikai vezetés, amely embereket, társadalmi csoportokat, falvakat és városokat kollektíve megbélyegez, a társadalom szégyenpadjára próbál állítani. A térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, Pócs Petri a diktatúra alatt képes volt felemelni szavát hitéért és iskolájáért. Simon Miklós szerint ez ma is példa lehet az ország és Európa számára egyaránt. Manapság is erre van szükség, kedves Pócs Petriek, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában. Ahhoz, hogy mi megmaradjunk egy kultúrnemzetnek, kedves barátaim, kedves Pócs Petriek, ragaszkodni kell a hitünkhöz, ugye, amit Európa megtagad, sajnálatos módon, és ragaszkodni kell az iskoláinkhoz, a jövőnkhöz. A Pócs Petri ügy története a magyar történelem fontos csomópontja, amely megmutatja azt a tragédiát, amelyet a szocializmus hozott ránk. Ezt már Gulyás Gergely hangsúlyozta. A miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, a történelmet azok írják, akik a szólás, a lelkiismereti és vallásszabadságot fontosabbnak tartják, mint hogy az erőszakot szó nélkül elfogadják. A szabadsággal nekünk is van dolgunk. Meg kell őriznünk a lelkiismereti szabadságot a nehéz időkben is. Ha körülnézünk ma Európában és a világon, jól láthatjuk, hogy ez egyáltalán nem könnyű. Mindenkinek, saját magának is meg kell fizetni a szabadság árát a saját életében, de ma már mindannyian egy olyan országban élhetünk, ahol a szabadság számunkra adottság. Azoktól kaptuk örökül, akik hősi halált haltak a diktatúrákkal szembeni küzdelmünkben. Gulyás Gergely hozzátette, ha az áldozatok emlékét megőrizzük, akkor lesz erőnk ahhoz, hogy hitünket és nemzeti közösségünket is meg tudjuk őrizni. A pénzügyminisztérium 2018-ban is meghirdeti a nyári diákmunkaprogramot 3 milliárd forintból, közölte Varga Mihály. A pénzügyminiszter elmondta, a programban új elemként jelenik meg, hogy a területi települési önkormányzatok és az önkormányzati fenntartású intézmények mellett ezentúl a mezőgazdaság és vendéglátás területén működő vállalkozások esetében is támogatható a diákok legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatása. Varga Mihály kiemelte, utóbbi esetben a munkabér és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének 75%-át térítik meg a munkáltatónak. A fennmaradó bérköltséget és járulékait a foglalkoztatónak kell viselnie. A programban azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik a tényleges foglalkoztatásukkor már betöltötték a 16. életévüket, és legkésőbb a program befejezésekor még nem múltak el 25 évesek. Tudós, szülő, orvos és marketinges, többek között ezek jellemzik korunk pedagógusát, hangzott el pénteken Újfehértón. Nagy Sándor polgármester beszédében azt is elmondta, sohasem volt egyszerű a pedagógusok munkája, mert a szülők mellett rajtuk múlik egy család vagy egy település sikere is, hiszen a tehetségeket ők fedezik fel és segítik kibontakoztatásukat. A Városi Pedagógus Napon több százan vettek részt, az oktatási intézményekben dolgozóknak elismeréseket is átadtak, 10, 20, 30 és 40 éves munkájukért. A törzsgárda jutalmakat egyébként minden évben az önkormányzat biztosítja fenntartótól függetlenül az érintett pedagógusoknak. A nyugdíjba vonulók pedig pedagógus szolgálati érdemérem kitüntetésben részesültek. Évek óta minden június első péntekén a pedagógusoké a főszerep Újfehértón. Az önkormányzat ünnepség és fogadás keretében méltatja az oktatási intézményekben dolgozók munkáját. A városban két bölcsőde, 5 óvodai egység, 3 általános iskola és egy középiskola működik. Az állami és önkormányzati intézmények mellett a görögkatolikus és a református egyház fenntartásában is működik bölcsőde, óvodai és iskola. A római katolikus egyház a középiskolai oktatásban vállal részt. Azért az elmúlt évtizedben jelentős változáson ment keresztül az oktatás. Én arra rendkívül büszke vagyok, hogy nálunk nem szűnt meg a Városi Pedagógus Napi ünnepség. Mi úgy gondoljuk, hogy a fenntartó, a működtetés az egy dolog, de egy város nem teheti meg, hogy évente egy alkalommal nem hívja össze és nem köszöni meg a munkáját a pedagógusoknak, hiszen nem lehet városi rendezvényt csinálni, nem lehet semmit csinálni egy településen, hogyha a pedagógusok nem állnak be mögé, és nem példamutatóan tanítják a gyerekeket.
Digitális napló, IKT eszközök, önfejlesztés és minősítés, újszerű fogalmak, amelyekkel nap mint nap találkozik a mai kor pedagógusa. Ahogy korábban, most sem egyszerű minden igénynek megfelelni az oktatási intézményekben. Pedagógusnak lenni mindig is kihívás volt, hiszen nem csak tanítunk, hanem nevelünk is, illetve egy pedagógus egész életében példát ad a szülőknek, a gyerekeknek, és ennek az elvárásnak meg kell felelni. Az utóbbi 10 évben azt hiszem, hogy abban változott a pedagógusok helyzete, illetve az növeli a nehézségeiket, hogy a mai iskolába járó generáció, ezek a gyerekek már beleszülettek az infokommunikációs eszközök használatába, részévé vált a mindennapjaiknak. Ez nagyon jó is, hiszen eltűntek a különbségek a városi és a vidéki iskolák között. Ma már a vidéki iskolákban is ugyanazokhoz az információkhoz juthatnak a gyerekek. Ez pozitívum, viszont ehhez fel kell nőni a pedagógusoknak, és meg kell tanulniuk ezeknek az eszközöknek a használatát, hiszen az iskolai mindennapoknak részévé váltak ezek az eszközök. Újfehértón egyre korszerű feltételek között tölthetik mindennapjaikat a gyerekek és a fiatalok. A bölcsődék modern és barátságos körülményeket biztosítanak, egyre több óvodát és iskolát korszerűsítenek. Idén például megújul az Erkel Ferenc általános iskola, ahol heteken belül egy közel 360 millió forintos energetikai beruházás kezdődik. 78 perces hangos könyv segíti a vakok és gyengén látók külföldi utazásait. A Hangélmény címet viselő angol-magyar turisztikai kiadvány önkormányzati támogatással 190 ezer forintból jött létre. A CD hangját Csiki Nándor, a Nyíregyházi Egyetem oktatója, és Mikó Tímea, a Nyíregyházi Egyetem angol tanárszakos hallgatója adta. Hello! I'm a visually impaired passenger and I'd like to ask for some assistance for my flight. Jó napot! Látássérült utas vagyok, szeretnék a repülőúthoz segítséget kérni. Új turisztikai kiadványt készített a Vakok és Gyengénlátók Egyesülete. A Hangélmény nevet viselő CD Nyíregyháza önkormányzatának támogatásával jött létre egy év alatt 190 ezer forintból. A digitális kiadvány a látássérültek számára hiánypótló eszköz, ha külföldi utazásról van szó. A kiadvány azoknak a látássérülteknek nyújt segítséget, akik csekély nyelvtudással rendelkeznek, de vállalkoznak arra, hogy szabadságukat, vagy csak úgy egy kis tanulmányutukat mondjuk külföldön töltik el, és mivel nagyon minimális nyelvtudással rendelkeznek, ez a hanganyag tökéletesen alkalmas arra, hogy külföldön tudjanak vásárolni, étterembe bemenni, illetve közlekedni repülőgépen, autóbusszal. A kiadványt azok is használhatják, akik szeretik a hangos könyvek nyújtotta kötetlenséget. Szakértők bevonásával készült angol nyelven, majd ezt fordították le magyarra. A kiadványhoz tartozó hangot a Nyíregyházi Egyetem oktatója Csiki Nándor és az egyetem angol tanárszakos hallgatója Mikó Tímea biztosította. A Hangélmény 78 percben tartalmaz különböző utazáshoz kapcsolódó dialógusokat és szituációkat. Ezt a CD-t úgy lehet használni, hogy azoknak a látássérülteknek, akiknek semmilyen látásmaradványuk nincsen, a CD-n nem csak a hanganyagot tettük rá, hanem rajta van ugyanaz a leírat, ami a CD-hez tartozó nagybetű síkírású könyvben is megtalálható, hogy a képernyőolvasóval használt számítógépen nem csak a hanganyagot tudja meghallgatni, hanem fel tudja olvastatni és meg tudja nézni, hogy ez hogy van leírva helyesen, hogyha mondjuk erre is kíváncsi. A pályázat részeként hamarosan elkészül ugyanennek a turisztikai kiadványnak a német nyelvű változata is. Az Egyesület a fiatalabb generációnak is segít például az érettségik során, hiszen évek óta készítenek hangos könyvet az adott év különböző tételeiből. Öt gólos győzelemmel zárta a szezont a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemér együttese az MB2 utolsó fordulójában a Sopront verte 5-0-ra. A Kisvárda a második helyen fejezte be a bajnokságot, és az MTK-val együtt feljutott az MB1-be. A másodosztályból a Szolnok, a Szeged és a Sopron esett ki.
A már feljutott Kisvárda és a már kiesett Sopron mérkőzésének első fél órájában nem sok esemény történt, a hazaiak birtokolták a labdát, de nagy helyzetet nem tudtak kialakítani az ellenfél kapuja előtt. A félidő hajrájában aztán felpörögtek az események, a 40. percben Papucsek ívelt előre, Oltán Ilics elé fejelt, aki 14 méterről a kapu jobb oldalába ívelte a labdát. Két perccel később újabb gólt szerzett a házigazda, ezúttal Ilics passzolt Hefflerhez, aki egy igazítás után a bal alsó sarokba lőtt. Az 59. percben egy jobb oldali szögletet követően Ilicshez került a labda, a támadó jobb külsővel középre ívelt, Lukács Rajmond pedig az ötösről a kapu bal oldalába fejelt. A 75. percben Melnyik passzolt a 3 perccel korábban beálló Kovács Rétihez, aki a kapu közepébe lőtt. A 84. percben Lukács Rajmond tette fel az íra a pontot, Protics baloldali beadását futtából fejelte a kapu baloldalába, kialakítva az 5-0-ás végeredményt. Azt beszéltük a srácokkal, hogy mindenképpen győzelemmel kell ezt az évet lezárni, szerintem ez így dukál, megérdemlik a srácok a mai győzelmet. Az elején kicsit nehezebben indult, de utána az első gól után beindult a gépezet, és utána akár még több gól is lehetett volna. A mérkőzés után a kisvárdai játékosok és edzők átvették érmeiket, aztán következett a szurkolókkal közös ünneplés. A védő Papucsek Barna szerint tökéletes szezon zárt a csapat. Nagyon nehéz év volt, örülünk, hogy ez sikerült, amit kitűztünk cél elé a idény elején. Szerintem mindenki teljes mértékkel elégedett lehet mindennel. Hát a kupa nehéz, nem könnyű, de mi viseljük a terhét. Kondás Elemér edzőként nyert 2 bajnoki címet az NB1-ben, 2-szer győzött a Debrecennel a Magyar Kupában, ezúttal pedig a kisvárdai sporttörténelem része lett a csapat élvonalba juttatásával. Nem indult ez a bajnoki év úgy, hogy föl kell jutni a csapatnak, ugye? Amit mondtam, a múltkor első mérkőzés után volt, aki azt mondta, hogy a 8-ban nem lesz a csapat benne, ehhez képest most az első osztályba került. Én azt gondolom, hogy nagyon jól, elég sok játékos kicserélődött, ugye a nyár folyamán 10 új játékos érkezett. Nem volt olyan hosszú idő arra, hogy fölkészüljünk, de annak ellenére nagyon jól indultunk a mérkőzésbe, a sorozatba, a bajnokságba, és nagyon szép őszt produkáltunk. És akkor télen jött az, hogy most már akkor föl kell kerülni, hogyha ilyen helyzetbe került a csapat. Ez volt, amikor Bénító lakhatott a játékosokra, és nem úgy sikerült a játékot megvalósítani, ahogy szerettük volna, de végül is a célt, amit saját magunk elé is kitűztünk, csak nyilván én ezt nem akartam hangoztatni, azt megvalósítottuk. A forduló további eredményei a következők: Budafok-Budaörs 2-4, Zalaegerszeg-Moson-Magyaróvár 4-0, Siófok-MTK 1-0, Csákvár-Szeged 3-1, Szeglét-Kazinc-Barcika 2-1, Békés-Csaba-Soroksár 0-3, Vác-Dorog 1-0, Szolnok-Nyíregyháza-Spartakusz 1-0 és Győr-Jirmut 1-3. A bajnoki címet az MTK szerezte meg 82 ponttal, megelőzve 75 pontos Kisvárdát. A két csapat feljutott az NB1-be. Az NB2-ből a Szolnok, a Szeged és a Sopron esett ki. Kedden csatlakozik a szófiai B-divíziós Európa-bajnokságra készülő válogatott kerethez Fazekas Csaba. A Nyíregyháza Blue Sharks 19 éves kosárlabdázója bízik abban, hogy kiharcolja helyét a bulgáriai kontinens tornára utazó csapatban. Az NB1-es Debrecen csapatánál kezdte az elmúlt szezont a nyíregyházi nevelési Fazekas Csaba. A bennmaradásért harcoló hajdúságiaknál azonban kevés játék lehetőséghez jutott a 19 esztendős kosaras, aki az évelején úgy döntött, hogy visszatér a cápákhoz. A váltás gyakorlatilag zökkenőmentes volt, a korosztályos válogatott játékos több meccsen is jó játékkal segítette csapatát. Csaba csak azt sajnálja, hogy nem jutottak be a legjobb 4 közé a bajnokságban. Mikor visszajöttem, kicsit bele kellett rázódjak abba, hogy újra felvegyem a csapatások ritmusát és a játékot. Olyan szempontból könnyen ment, hogy ismertem őket már régről, tehát kiskorom óta itt kosárlabdáztam, úgyhogy ezzel szerintem nem volt baj. Kicsit csalódott vagyok nyilván, hogy nem sikerült a 4 közé jutnunk a csapattal, de szerintem ez az 5. hely is azt mutatja, hogy nagyon egybe volt ez a csapat, és hát reméljük jövőre ott tudunk lenni a legjobb 4 között. Fazekas Csaba kedden Székesfehérvárra utazik, ahol csatlakozik a szófiai B-divíziós Európa-bajnokságra készülő válogatott kerethez. A nyíregyházi kosaras tavaly egy műtét miatt lemaradt a kontinens viadalról, idén viszont mindenképpen szeretne ott lenni Bulgáriában. Nagyon örültem, hogy behívtak az úszos válogatottba, ugye most egy éve fiatalabbként lehetek ott, aminek nagyon örülök, és igyekszem majd megállni a helyemet. A tavalyi évben nem tudtam ott lenni az U18-as csapattal, mert mandula műtétem volt, ez sajnálatos volt részemről is, meg a csapat szemszögéből is. Hát ez a 98-as korosztály nagyon erős, úgyhogy szerintem nagyon jó esélyünk van arra, hogy nagyon jó helyezést elérjünk majd az Európa-bajnokságon.
A Pór Péter által irányított U20-as válogatott egy szkopjei és egy berlini tornán is részt vesz a felkészülés ideje alatt. A magyarok az Európa-bajnokságon Luxemburg, Oroszország, Csehország, Hollandia és Örményország ellen lépnek pályára csoportmeccseken. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. A trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója 2010 óta hivatalosan a Nemzeti Összetartozás napja Magyarországon. Ebből az alkalomból országszerte megemlékeznek a határon túli magyarokról, az összetartozásról és a magyar nép egységéről. A városi és a megyei emléknapot idén a megyeháza előtti téren tartották meg. Ma már egy olyan országban élünk, ahol a szabadság adottság, hangsúlyozta Gulyás Gergely szombaton Pócs Petriben, ahol a kommunizmus egyik legnagyobb koncepciós pereként elhíresült, 70 évvel ezelőtti eseményekre emlékeztek. A szabolcsi településen a miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, a szabadságot a diktatúrák alatt hősi halált halt áldozatoktól kaptuk örökül, és csak is az ő emléküket ápolva őrizhetjük meg hitünket és nemzeti közösségünket is. Tudós szülő, orvos és marketinges, többek között ezek jellemzik korunk pedagógusát, hangzott el pénteken Újfehértón. Nagy Sándor polgármester beszédében azt is elmondta, sohasem volt egyszerű a pedagógusok munkája, mert a szülők mellett rajtuk múlik egy család vagy egy település sikere is, hiszen a tehetségeket ők fedezik fel és segítik kibontakoztatásukat. A Városi Pedagógus Napon több százan vettek részt, az oktatási intézményekben dolgozóknak elismeréseket is átadtak 10, 20, 30 és 40 éves munkájukért. A törzsgárda jutalmakat egyébként minden évben az önkormányzat biztosítja fenntartótól függetlenül az érintett pedagógusoknak. A nyugdíjba vonulók pedig pedagógus szolgálati érdemérem kitüntetésben részesültek. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták? Június 4-én hétfőn friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat, addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap sem változik számottevően időjárásunk, marad a meleg nyári idő, néha záporokkal, zivatarokkal. Továbbra is meleg, labilis rétegződésű levegő tölti ki a Kárpát-medencét, az éjjeli órákban derült vagy gyengén felhős lesz az ég. Késő estétől mindenütt megszűnik a csapadék, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a sok napsütés mellett az erőteljes gomoly felhőképződésből több felé várható zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Általában mérsékelt marad a légmozgás, de zivatar térségében átmenetileg erős, illetve viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 28 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. A következő napokban nem várható lényeges változás, sem a hőmérsékletben, sem az időjárás jellegében. Délelőttönként inkább a napsütés lesz túlsúlyban, főleg a délutáni esti órákban növekednek meg erősebben a gomoly felhők. Ezekből a gomoly felhőkből több helyütt elered a záporeső, helyenként kialakulnak zivatarok, sőt néhol felhőszakadás is előfordul. Zivatarok térségében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél.